mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok, testvérek, a húsvéti evangéliumot, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. részének első 10 verséből. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézze és sírt. És imé nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadta, mint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Kedves testvérek, amikor az igében szereplő asszonyok elindultak húsvét hajnalán Jézus sírjához, akkor már minden szinte, minden elfogyott az életükből. Először, amikor Jézussal találkoztak, az övék volt a gyógyulás, azután a bűnbocsánat öröme, azután, mikor Jézust kísérték az úton, övék volt a boldog, győzelmes érzés, hogy nekik olyan megváltójuk van, aki betegeket gyógyít, poklosokat tisztít, ördögöket űz és halottakat támaszt. Később ott volt életükben a csalódás, amikor Júdás elárulta, Péter pedig megtagadta mesterét. Aztán ott volt a kétségbeesés, amikor keresztre feszítették, és ők csak távolról nézve mertek zokogni. De még akkor is remélték, hogy hát, hogyha mégiscsak leszáll a keresztről. Azután, mikor Jézus kiáltott, én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor minden összeomlott. Akkor már semmi nem maradt. Húsvét reggelére semmi sem maradt nekik. Már a könnyeket is elsírták a kereszt alatt. Húsvét reggelére csak annyi maradt, hogy elmentek, hogy megnézzék a sírt, és amikor semmiük sem volt már, akkor adta Isten nekik a legnagyobbat, akkor találkoztak a feltámadott Krisztussal. Ne felejtsd el a húsvéti asszonyokat, hogyha egyszer minden elfogyna az életedből, elfogyna az boldogságod, az örömöd, a reménységed, az egészséged, a könnyed is, és semmi sem maradna. Ne felejtsd el, Istennek hatalma van, akkor adni a legnagyobbat, amikor már neked semmi sincs. Amikor odaérkeztek ezek az asszonyok a sírhoz, már vége volt a földrengésnek, és megtörtént a nagy csoda, a mennyei őrség váltás, amikor fehér ruhájú, villámló szemű angyalok ültek az elhengerített kőre a sziklasír előtt, és a Jézust őrző katonák olyanok lettek, mint a holtak. Ímé milyen óriási változás. Az addig halott Jézus
feltámadt és él, és az addig élő katonák olyanok lettek, mint a holtak. Ez a mennyei őrségváltás. A húsvét az emberi életben ilyen nagy őrségváltást jelent. Lehet, hogy a mi szívünk is olyan sokszor, mint a sziklasír. Sok mindent eltemetünk oda, szeretteink, az emlékeink, a reményünk, az örömünk, a múltunk, az ifjúságunk is ott nyugszik. Mindenki a maga sziklaboltját látja, és ott állnak mellettünk életünk felfegyverzett őrei, a gondok, a gyászok, a fájdalmak, a bánatok. De amikor megtörténik a lélek mélyén ez a nagy őrségváltás, és megremeg az emberi szív, mint ahogy ott megremegett akkor a sziklasír, amikor Isten leváltja a szív őreit, és odaállítja a maga angyalait fehér ruhában és villámó szemmel, akkor egyszerre olyanok lesznek, mint a földi őrök, mint a halottak. Akkor eltűnik az ereje a gyásznak, a félelemnek, a gondnak, a bánatnak, akkor érezzük, Isten van ott, és egyszerre minden megváltozik. Mondd, a te életedben volt-e már ilyen őrségváltás? Vagy most is egy halott Krisztust őrzöl a szívedben eltemetve? Vajon a te szívedben történt-e ilyen őrségváltás, ilyen nagy földrengés, amikor Isten keze egyetlen mozdulatával elsepri a félelmet, a bánatot, és odaállítja a maga őreit, és azt mondja Jézus szavával, ne féljetek, mert ő feltámadott, és itt van veletek. Ezek a mennyei őrök hirdetik a mennyei megbízott asszonyoknak, hogy ti ne féljetek, mert tudom, hogy a feltámadt Krisztus, a megfeszített Krisztust keresitek. Ti ne féljetek. Benne van ebben az, hogy ez nem vonatkozik az őrökre, a főpapokra, hanem rátok vonatkozik. Ti ne féljetek, akik a megfeszített Krisztust keresitek. Lehet, hogy nem kerestétek úgy, ahogy kellett volna. Az asszonyok reménykedve néznek az Úrra, aki szembe jön velük, és megszólítja őket, menjetek el Galileába, és mondjátok el mindenkinek, hogy ott lehet velem találkozni. A húsvét azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus most is jön. Itt van, szembe jön velünk, találkozni akar velünk. Lehet, hogy most nem tudunk ünnepelni úgy, mint ahogy eddig ünnepeltünk. Nincsenek tele a templomok, nem hívogat a harangszó az Isten tiszteletre. Nem lesz megterítve az Úr szent asztala, hogy közösen együtt úrvacsorázzunk. Nem élhetjük át a boldog találkozás örömét a családunkkal, a gyermekeinkkel és mieinkkel. És azt mondja az Úr Jézus, hogy menjetek el, és találkozni fogtok velünk. Most már nem is lehet elmenni, hiszen ki se lehet menni a házból az utcára, és akkor hogy találkozhatunk az Úr Jézussal? Úgy, hogy tudnunk kell, ő jön felénk, ha akarjuk, ha nem, meg akar látogatni bennünket, hiszen az otthonainkban is találkozhatunk vele, leborulhatunk előtte. Itt van számunkra az imádság lehetősége. A közösségi élmények ugyan elmaradnak, de az egyéni élmények megmaradnak. A szív és a lélek megtisztulhat. Most tarthatunk igazi bűnbánatot. És mikor ott vagyunk, az ünnepi asztal mellett, ha ketten is, vagy ha valaki csak egyedül van, törje meg a kenyeret, vegye magához a kelyhet, vagy a poharat, mikor megeszi a kenyeret és megissza a bort, utána mondja el azt az imádságot, hogy Uram,
bocsásd meg a mi bűneinket. Nagy szüksége van az emberiségnek a bűnök bocsánatára, hiszen ennek a járványnak az a következménye, hogy az ember bele kell nézzen a lelkébe. Össze kell törni mindent, ami eddig nagyon fontos volt, és ami eddig csak az élet különböző fizikai elemeire vonatkozott, és fel kell öltözni a lelki fegyverzetet, oda kell állni az Úr elé, és elmondani neki: Uram, én tudom, hogy te élsz, és akik hisznek benned, azok is élni fognak. Ezen a húsvéton az Úr Jézus az otthonunkban, az udvarunkon szembe fog jönni velünk. Boruljunk le előtte, és mondjuk el, hogy Uram, én szeretlek, és követlek téged. És bár kissé szomorú a húsvét áldott ünnepe ebben az egész világban, bár be lesznek zárva a templomok ajtajai, de nyitva lehetnek a szívek. Mindennek meg kell változnia, és mindennek újra kell épülnie. Építsük újjá a lelkünkben a feltámadott Jézus Krisztus halálon való győzedelmét. És tudjuk meg, hogy ő, aki legyőzte a halált, új életet fog adni számunkra. Ez legyen a húsvét áldott üzenete ebben a nehéz időben, hogy tudjuk megtartani mindazt, amit kérnek tőlünk, hogy megmaradjon az életünk, és a mi életünkkel és lelkünkkel dicsérjük az Urat. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ebben a szűkös, nehéz időben kinyitjuk a szívünket előtted. Lehet, hogy úgy megyünk mi is oda, a kereszt alól, mint az asszonyok, a sírhoz, és a sírban lévőt akarjuk elsiratni. De ott kell ráébredjünk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt. Ő él, és nem kell a holtak között keresni az élőt, mert ő feltámadott, és az ő feltámadása a mi feltámadásunk biztos záloga. Taníts minket imádkozni. Segíts bennünket csendben maradni. Áld meg azokat, akik áldozatos munkával, életük és egészségük veszélyeztetésével is küzdenek értünk. Áld meg az országok vezetőit, és mind azokat, akik imádkoznak értünk és tesznek értünk azért, hogy el tudjuk viselni ezeket a nehéz időket. Arra kérünk, hogy fordítsd el rólunk a vírusnak a támadását, hogy ne a pusztító vírus, hanem az élő Krisztus legyen megáldója a lelkünknek. Ő érette kérünk, légy a betegekkel, a szenvedőkkel, az árvákkal, az özvegyekkel, az idősekkel, a kórházban levőkkel, és mindazokkal, akik várva várják az Úr Jézus Krisztusnak a megjelenését. Így tedd áldottá és lelkivé a mi mostani feltámadási ünnepünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Magyarország kormánya
hirdetése alapján, akik rászorulnak egy tál ételes segítségre, azok jelentkezzenek egyházunknál is, mert mi is kaptunk lehetőséget, hogy akik szükséget szenvednek, azokat naponta egy tál étellel lássuk el hétfőtől péntekig. Jelentkezni lehet Szilágyi Katalin élelmezés vezetőnél, ahol a jelentkezési lapot ki kell tölteni, azonban az étel átvételekor nem kell kitölteni semmiféle igazoló lapot. Kérem, akik rászorulnak és akik óhajtják, azok jelentkezzenek akár erre az ingyenes egytál ételre, akár arra, hogy naponta otthonaikban ellátjuk őket a szociális étkeztetés keretében. Egyházunk ezt tudja nyújtani gyülekezetünknek, illetve létavértes lakosságának. Mindenkit áldjon meg az Isten szent ünneplésében. Amen. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Alleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, de él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét. Alleluja! 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 Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Alleluja!